gyerekek, kedves kollégák! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Kosta József születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett versenyünkön. Egy sikeres pályázatot adott be a Kosta József Múzeum, és ennek a programnak a keretében rendezzük meg így a versenyt. Érdemes megjegyezni a nevet, aki szeretné egy kicsit edzeni a memóriáját. Kézzel lábbal a múzeumban a Szentesi Kosta József Múzeum pedagógiai kínálata, támok 3-2-11/10-1-2010 0230-as projekt felhívása alapján rendezzük a mai versenyünket, tehát ők a fő támogatóink is. A mai délutánunk főszereplője mindenféleképpen Kosta József lesz veletek együtt. Az a festő, aki a magánéletben volt, mogorva, komor volt, de a festményeire pillantotok, akkor átsüti ezt a komorságot, az emberek iránti szeretet, tisztelet, és egy óriási lelkiléségről tesz a műszentságot. Mint tudjátok, Kosta nem Szentesen született, hanem Brassóban, de mégis úgy érezzük mi is, és azt hiszem ő is, hogy szentesi származású. Szenteshez kötődik a neve, pontosabban fogalmazva, amelyet ő így fogalmazott meg. Bizonyára ismeritek ezt az idézetet, legalábbis bízom benne. Hogy miért lakom éppen Szentesen, nyilatkozott az egyik alkalommal, arra csak azt mondhatom, hogy ez az a táj, amely leginkább és legegyetemesebben viseli magán a magyar táj jellegzetességeit. Csak itt érzem magam jól, és csak itt tudok igazán dolgozni. A magyar táj színei, hangulatai annyira lenyűgöző hatással vannak rám, és annyira idekötnek, hogy úgy érzem, mások nem is igen tudnék dolgozni. Vallja. Több alkalommal is. Kosztának, mint a művészetnek nem volt könnyű életük. Nagyon megküzdött minden művével, minden festményével, csinosítgatta, többször előfordult, hogy visszavásárolta, javította a műveit. És nagyon sok festményet látunk itt is, illetve magángyűjteményekben vannak, és egyéb múzeumokban is megtalálhatók ezek az értékes alkotások. A mai nap mi a verseny keretében ezért fogunk vele is foglalkozni többek között. A prózai dolgokra is szeretnék rátérni. Most a három helyszínen fog folytatódni a verseny. Akik a múzeumban jelentkeztek, ők itt maradnak egy kis csoportban. Pintér Anikó nénivel, a gyermekkönyvtárban, akik feladatot vállalnak, ők átmennek majd a... Igen, hát köszönöm szépen. És Luca Laci bácsival a team számítás technika által összeállított feladatokat fogják megoldani, vagy fogjátok megoldani a városi könyvtár.
tudja azt, hogy egy nagyon kemény versenyvédőszámokat túl. Kosztami tudjátok, Brassóban születik. Ez azt jelenti, hogy nem az Alföldön, hanem az erdélyi hegyvidékben. Az erdélyi hegyvidék kellő közepén, mégpedig ő, mint székely származású ember, egy olyan városban, Brassóról beszélek továbbra is, ahol a lakosság zöme több mint fele német ajtó. 100, erdélyi 100, ezzel biztosan szó volt az életrajzban. Ez egy tény, egy adat, amit nincs mit csinálni. Viszont, ha végig gondolod, akkor ő egy olyan közegben élte le a gyermekkorát, a nálad is kisebb gyermekkorát, ahol ő egy icili-picilit idegennek számított, egy olyan nyelvet kellett nap mint nap hallgatnia, miközben a magyart is beszélhette, akkor ez nem jöhetett semmiféle problémát, ami nem az ő nyelve volt, tehát kereste azt a közeget, ahol körülötte mindenki magyar székely, magyar anyanyelvű. És ezt a közeget majd, ezt a helyet, ahol ő a saját nyelve, a saját gondolkodás módja szerint fog élni, azt itt találja meg végtére is szentesen, nem 2 perc alatt. Ez az útkeresés, ez hosszú távon zajlik az ő életében. A másik, hogy Petőfitől tudjuk, Patra azt írja, hogy mit nekem te Zordon Kárpátoknak, fenyvesektől, vadregényes tájattán, csodálat, ismerős a Petőfi költemény, ő a hegyeknek a gyermeke, ezt így jelképesen mondom. Elméletileg az lenne a logikus, vagy ha úgy tetszik, a normális, hogy hegyeket, hegyvidéki tájakat, völgyeket, patakokat fest, amelyiként gyönyörű, aki már járt kirándulásként legalábbis egyébként, tudja, hogy gyönyörű, azt az Alföld nem tudja. És tessék megnézni, ide érkezik egy ember, nem egy magas hegységből, de mégis a hegyes-völgyes Erdélyországból, és az alföldi tanyákat, az alföldi malmokat, az alföldi parasztlányokat, a síkságot festi. Itt találja meg. És akkor jön a kérdés, hogy miért, és itt jön a válasz, nem lehet tudni. Ő, mire Szentest választotta, nyilván szülőhelyének nem választhatta, hiszen a születésen már túl volt, addigra ő nem csak Erdélyt ismerte, hanem ismerte Budapestet, a fővárost, járt Párizstól kezdve Bécsen át, beutazta gyakorlatilag Európa jelentékeny részét, tehát nem az a fajta szentesi, tanyai paraszt ember, aki életében, ha kimozdul a tanyáról, akkor időnként bemegy a szomszédos városba, a piacra, vagy fél évente elmegy a vásárba. Nem, ő egy világlátott ember, és valami belső parancsra, lelki parancsra Szentest választotta és az Alföldet. És az Alföldön belül is Szentest, hiszen az életrajz kiváló ismerői vagytok tudomásom szerint, és nyilván a verseny ezt be fogja bizonyítani, megfordult ő Szolnok környékén és más alföldi településeken is, Szentesnél nagyobb vagy talán fontosabb városokban is, és mégis Szentesen köt ki. És a miértre nincsen válasz. Valami úgy működött a lelkében, a fejében és a hihetetlenül nagy, akkorra már 1910-re összegyűjtött tudásában, hogy itt látja meg azt, amit ő mindig keresett. És amit ő keresett, azt egyébként itt látjuk a falakon körbe. Ezt a képanyagot, ezt a színhatást, ezt, amit ő meg akart találni, azt itt Szentesen és nem máshol. Még egy kicsit első közelemben nagyon-nagyon sokan vagytok szerencsére, és hogy mindenki beférjen, jó? Úgy csináljuk. Most olyan nagy kényelemben ültetek a Kosta teremben, és multidézés történt. Kosta József korát, meg Kosta József, mint a festő, kicsit szokatlan módon idéztem egy nektek kurszertanáról. Mi pedig egy picikét megpróbáljuk nem teljesen Kosta József korát, hanem egy emberöltővel korábbra visszamenni, hogy milyen volt Szentes nagyjából az 1880-as években. Kérdezek tőletek valakit, hogy 1883-ban, amikor Csotvári Szentesre érkezhetett, milyen járművel érkezhetett Szentesre? Lovaskocsi. Lovaskocsi. Postakocsi. Gyalog.
lovaton, barát még nem volt, szekérrel, így van. Tehát ezekkel a járművekkel érkezhetett meg, vagy saját lábán, illetve 1883-ban még valamivel megérkezhetett, amivel ma már nem. Ezt mit gondoltok, mi lehet? Hajó, nagyon ügyes vagy. Gőzhajózás volt már a Tiszán, és hajó kikötő is épül. Innen kicsit, hogyha most a Csongrád fele megyünk, akkor a Csongrádi híd közelében volt a kikötő. Ott kiszálltak a hajóból, átgyalogoltak a kurcához, és a kurcán tulajdonképpen csónakokkal vagy kishajókkal lehetett megérkezni ide a megyeháza elé, a kurca partra, és így lehetett kiszállni a bíróság, a mai bíróság és a megyeháza épületek körül a kurcán. Át lehetett-e már menni akkor a kurcán hídon? Abban az évben már át lehetett, mert pontosan ebben az évben épült meg ez a kurca híd, amely most átvíz bennünket, és akkor épült ki a Csongrádra vezető út is, ez az útvonal, ami most közlekedünk, mert hogy ugye a hajó kikötő miatt nagy volt a forgalom abból az irányból. A többi utcája Szentesnek vajon kövezett volt-e? Ez volt a... milyen lehetett? Kövezett volt? Még nem voltak kövezettek, abban az évben még nem, a következő évben kezdték el kövezni az utcákat. És melyik utcák létezhettek akkor, mint fő utca? A Kossuth utca nagyon ügyes, létezett akkor. A Kisbálint utca nagyon ügyes vagy, létezett. A Tóth József, a mai Tóth József utca létezett. A Petőfi utca létezett. Tehát ezek az utcák léteztek nagyjából, de még nem voltak kikötők. Azt kell tudni róla, hogy a magyar művészet történet talán egyik legnagyobb alakja, vagy alig, hanem a legnagyobb alakja. Kortársai azok egyáltalán nem ismerték fel a festői kvalitásait, viszont akkor, amikor még a 80-as években már Nyugat-Európa fölfedezte Csontvárit, magyar művészet történet még nem becsülte, talán napjainkban jutott el Csontvári oda, hogy kellőképpen tudják értékelni, de az alkotásairól elemzéseket, könyveket nem fogtok tudni találni. Azért gondoljátok meg, hogy mennyire volt elszállt ember. Nem keveredett semmiféle olyan kapcsolatban, nem keveredhetett, nem vállalhatott föl családot. Mert ha fölvállalt családot, gondoljátok, hogy lehetett volna festő. Hiszen festőként az életét magának kellett finanszírozni. Kvázi nap mint nap nem dolgozott a megélhetését, hanem egy vagyon kellett, ami biztosítja a megélhetését. Ez egy nagyon nehéz helyzet. Ugye egy patika elkaphat éppen egy családot, de akkor nem engedi azt meg, hogy a család fő úgymond ne dolgozzon, hanem dolgozni kell benne. És nem vállalhatott feleséget, nem vállalhatott gyereket, ez egy áldozat volt a részéről. Annál is inkább, mert tele volt mindig azzal a vágyal, hogy segíteni akar. Az is biztos, hogy titokban nagyon sokat gyakorolt, tudjuk is, hogy kiktől és hogyan tanult rajzolni és festeni, de elsősorban rajzolni, de Münchenben Hollósi Simon rajzakadémiáján, vagy festőakadémiáján, amikor ő oda került, a színrajzokból közel 300 darabot készített, ennyi maradt meg, ránéztek, és azt látjátok, hogy valami elképesztő módon tudott. Bizonyára nagyon várjátok már, hogy milyen eredmények születtek ezen a szép délutánon. Én előtt azonban engedjétek meg, hogy megköszönjem elsősorban a ti munkátokat, hiszen heteken keresztül készültetek erre a versenyre, felkészítő tanárotok, tanáraitok munkáját. És nem utolsó sorban köszönöm Néres Mária igazgatónőnek, hogy helyet adott ennek a rendezvényünknek, illetve támogatta az elképzeléseinket, az egész pályázatot. Szeretném külön megköszönni a múzeum valamennyi dolgozójának, hogy bármikor jöttek a gyerekek, fogadtak benneteket, bennünket, ha lehetett nézgelődni, tényleg érdemi munkát lehetett végezni. És ugyanígy szeretném a gyermekkönyvtárnak is megköszönni Anikónak, Izukának, hogy segítették a mai sikeres délutánunkat, valamint a kém számítás technikában nincs közöttünk, Timár Feri bácsinak, aki nagyon-nagyon sok elfoglaltsága mellett is szánt arra időt,
hogy mind a felkészítésben, mind a verseny lebonyolításában részt vegyen. Én azt hiszem, hogy egy nagy tapsot megérdemelhet.